Július 1-én bontási munkálatokkal kezdődött a Vasműút felújítása, amint egy 1 milliárd forintos projekt kivitelezése a megfelelő ütemben halad. Erről egy sajtóbejárás részeként számolt be a kivitelező konzorcium főépítés vezetője Varga Róbert. Vasműút kivitelezése az nagyjából egy másfél hónappal ezelőtt kezdődött, viszonylag egy látványos bontási munkálatokkal. Maga az építés a megfelelő ütemben halad, az eltervezett ütemtervnek megfelelően. A szeptember végi átadást prognosztizálunk erre a projektre. Maga a munka a Vasmi úton a Dózsa-György mozi vonalától, az építőkútjai csomóponton át, a csomópont után még körülbelül egy 150 méterre odáig tart, beleértve a jelzőlámpás csomópont átépítését is. A kivitelezés során megépül ugye a Vasműút melletti széles sétány is, mely díszburkolatot fog kapni. Ugye itt növeljük majd a zöld területeknek a négyzetméterét is, hogy minél inkább fel lehessen díszíteni ezt a szép sétányt növényekkel. A sajtóbejáráson Cserna Gábor polgármester elmondta, mint minden felújítás, így a Vasműúté is jár némi kellemetlenséggel, ezért a lakók szíves türelmét kéri. Szép napot kívánok, üdvözlöm a kivitelező képviselőit, illetve osztályvezető ura. Hát tavaly ugye decemberben kaptuk az örömhírt, hogy a kormány egy külön forrásból több mint 1 milliárd forinttal támogatja a Vasműút építőkútjától, meddig építőkútjától a Dózsa mozik terjedő szakaszának teljes felújítása. Hát ugye azt szokták mondani, hogy a változások néha kellemetlenséggel járnak, úgyhogy elnézést kérünk a tisztelt lakóktól. Természetesen lezárásokkal, nehezebb közlekedéssel, néha bonyodalmakkal jár egy ilyen óriási kivitelezés. Viszont a városnak ez a főútja, az egyik főútja, ugye a Vasmút, erre már nagyon ráfért, ez a teljes cseréje úgymond a négysávos útnak. Én úgy látom, hogy a megfelelő ütemben halad a kivitelező cég, az időjárási körülmények ehhez hál' Istennek adottak is voltak, és ha jól tudom, és tartható határidő akkor, szeptember végén átadásra kerül, ilyen szépen magyarul szólva átadásra kerül a felújított Vasmű. A főépítés vezetője beszámolt a jelenlegi és a még várható munkálatok részleteiről is. Jelen pillanatban az útépítésben a kötőréteg építése zajlik, itt a háttérben épp a kollégák azt végzik, ez nagyjából egy 5-6 nap alatt le is megy, utána egy kisebb szünetet be kell iktatni, ugye egyéb munkákat el kell végezni, és várhatóan szeptember első felében a kopóréteg építése fog történni, utána pedig a szükséges forgalomtechnikai munkák, burkolati elfestések, illetve táblázások. Az építőkútja irányából, a Dózsa-mozi irányában zajlik a díszburkolatnak az építése. Megfelelő ütemben, itt ugye párhuzamosan kell dolgozni az EU munkatársaival, hiszen a világításnak a kábelcseréje is párhuzamosan zajlik. Varga Róbert hozzátette még, hogy az építőkutya csomópontjánál lesz egy változás, itt egy plusz balra kanyarodó sáv kiépítése történik majd. Az építőkutya csomópontjában a papírgyári út felől nem lehetett balra kanyarodni az építőkútra az úszoda irányában. Ez most változni fog, tehát ott egy plusz balra kanyarodó sáv fog kiépülni, és ezzel teljesen át lesz programozva a jelzőlámpa is. A Vasmi út felújítása várhatóan szeptember végén befejeződik.